Tessék, Leo! Leo! Hát te ki vagy? És honnan tudod a nevemet? Mufeusz vagyok. És rengeteg dolgot tudok rólad. Hallottál már a Matrixről? A Matrixről? Szeretnéd tudni, hogy mi az? Aha! A Matrix az a történet, amelyet magunknak mesélünk arról, hogy honnan származik a hús és az állati eredetű termékek. Ez a háztáji gazdaság egy káprázat, Leo. Vedd be ezt a kék pirulát és maradj itt a káprázatban, vagy vedd be a pirosat és megmutatom neked az igazságot. Isten hozott a való világban. Ó, mi ez a rettenetes hely? Ez egy nagy üzemi gazdaság, Leo. Az ilyen helyekről származik a tojás, a tej és a hús nagy része. Ez meg hogy lehet? Megmutatom neked. A 20. század közepén kapzsi agrárvállalatok elkezdték megváltoztatni a fenntartható háztáji gazdálkodást, hogy maximalizálják a hasznukat az emberek és az állatok kárára. Megszületett a nagyüzemi gazdálkodás. Az állatokat annyira összezsúfolják, amennyire csak lehetséges. A legtöbbjük sohasem lát napfényt, nem érint földet, nem szív friss levegőt. Ennek következtében megjelent a marakodás és a betegségek. Ezért a vállalati gépezet módszeres csonkolásokba kezdett, ilyen például a csirkék csőrének levágása. És bevezette az antibiotikumok folyamatos adagolását a takarmányba. Az antibiotikumok túlzott használata rendkívül ellenálló kórokozó baktériumtörzseket tenyésztett ki. Ezzel minden nap egyre közelebb kerülünk egy olyan járványhoz, amit lehetetlenség lesz megállítani. Fáj! Mi ez a bűz? 5,5 millió kiló ürülék. Ez megmérgezi a levegőt és a talajvizet. A nagyüzemi gazdaságok szomszédságában élők gyakran szenvednek az emiatt fellépő betegségekben. Jaj, olyan büdös, mint a... Sőt, mi több. A nagyüzemi gazdaságok immár évtizedek óta tönkreteszik a közösségeket. 1950 óta több mint 2 millió sertésgazdaság tűnt el. Ha így folytatódik, nem sokára egyetlen családi gazdaság sem marad. Ez a Matrix, Leo. A hazugság, amit magunknak mondunk arról, honnan ered az ételünk. De még nincs túl késő. Van ellenállás. Számoljatok velem is! Hogyan állítsuk meg őket, Mufius? Elterjesztjük az üzenetet. De a valódi hatalom fogyasztó a te kezedben van. Ne támogasd a nagyüzemi gazdaság gépezetét. Megmutatom, mit tehetsz, hogy megmenekülj a Matrixből.